Csinos, meghökkentő és látványos ruhaköltemények vonultak fel szerdán a Kamara székházában. A kollekciókat az immár 15 éve megrendezett Aranyolló modellverseny résztvevői készítették, nevezni pedig három kategóriában lehetett. Idén 30 a megyékben tanuló ifjú Szabó fantáziadús kreációját láthatta a közönség, összesen 52 egyedi tervezést. A szakmai kihívásra Pápáról, Sopronból és Győrből is érkeztek diákok. Ők inkább ezt egyfajta játékként fogják fel, mert itt van igazából lehetőségük, hogy amit elképzelnek, ami az álmuk, vágyuk a szakmában, azt megvalósítsák. Egyedül ezt nem igazából tudnák, tehát nagyon nagy segítség a szakoktató, aki biztos háttérként ott van mögöttük. A verseny szervezői, a Kossuth Lajos Ipari Szakiskola oktatói szerint a tanulók évről évre egyre ügyesebbek, kreativitásukat pedig az is bizonyítja, hogy nem egyszer egy diák több kategóriában is készít ruhát. Anyukám választotta ezt, hogy kártyából legyen. Én csak így nézegettem a neten, hogy milyen lehetne. Igazából drótból gondoltam, hogy így álljon, de aztán halcsonttal oldottam meg. És 8 pakli fogyott erre. Azért választottam a magyar kártyát, mert a francia kártyánál kicsit színesebb, úgyhogy így készült végül is. A verseny 25 szponzorának köszönhetően a legjobb aranykezű ollómesterek 2012-ben is értékes ajándékokat kaptak.